Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Júniusban utoljára jelentkezünk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Új háttér és részben új szakmai stáb a nyíregyházi férfi kosarasoknál. Elkezdte a felkészülést az NB3-as szezonra a Spari. A hagyományos napközi stáborra zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli. Ónodi Dávid volt a legeredményesebb magyar atléta a csapat Európa-bajnokságon. 4 érmet szereztek a Triatlon Diák Olimpia szegedi döntőjében a Kodály versenyzői. Új szervezeti háttérrel és részben új szakmai stábbal vág neki a felkészülésnek a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A változásokról pénteken tájékoztatták a sajtó képviselőit. A sportcentrumon keresztül közvetetten 60%-os tulajdona van a városi önkormányzatnak, ez a májusi közgyűlésen ez a döntés megszületett, és ami várható, az az utánpótlás és a felnőtt csapat sokkal szorosabb együttműködése, várhatóan több nyíregyházi hazai nevelési játékos beépítése, és egy olyan stabilitás, amelyet egy ekkora önkormányzat biztosítani képes. Gyakorlatilag, ha nem is új klub, meg nem új csapat épül, de valamilyen szinten mégis az lesz. Mi a közép és hosszú távú terv a nyíregyházi kosárlabdában, azon kívül, amit elmondtál? A rövid távú terv az, hogy kinyissuk a csapatot mindenki felé, tehát egy olyan koncepció kidolgozása van folyamatban, amelyben megtalálhatja helyét egy helyi szponzor, egy helyi vállalkozótól kezdve egy egészen kicsi utánpótlás körül játékos. Eredményekben pedig hát a rövid távú cél az a 8 közé jutás, de ugye ehhez stabilizálni kell a gazdasági helyzetet. Nem minden forintot a városi önkormányzattól várunk, ez nagyon fontos. Várunk minden segítséget, akár TAO pályázatban, akár szponzori pályázatban, szponzori szerződésben, helyi vállalkozóktól is. És hát ez egy folyamat, nagyon nagy munka. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, a stáb legalábbis a csapatnál mindenképpen hasonlóan gondolkozik, és szerencsére a sportcentrum és a város nagyon hosszú idő után elhatározta, hogy komoly szerepet vállal a felnőtt kosárlabdában. Némileg átalakított stábbal, szakmai stábbal vág majd neki a felkészülések a nyíregyházi kosárlabda csapat. Mit tette, indokoltál, vagy miért volt szükség a változtatásra? Azt szerettük volna, hogy még nagyobb figyelem forduljon a játékosok képzésére, egyéni képzésére, beillesztésére a csapatba, és itt a nyíregyházi játékosokról beszélek igazából. Úgy éreztem egy picit, hogy az eddigiek során a fiatalabb, utánpótláskorú játékosok egy picit idegen testként tekintenek a felnőtt csapatra, de ezen mindenféleképpen változtatni kell. Ez nem lehet így, hiszen azt szeretnénk, hogyha valaki itt kezd el Nyíregyházán kosárlabdázni, akkor az legyen a célja, hogy valamikor a helyi első osztályú csapatban tudjon majd játszani. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit meg szeretnénk kötni, azt szeretnénk elérni, hogy Nyíregyházán tudjunk egy olyan csapatot biztosítani, hogy a nyíregyházi játékosok ne érezzék úgy, hogy el kell menniük az országban máshová, hogyha érvényesülni szeretnének a legelső osztályban. Szerdán elkezdte a felkészülést az augusztus 1-én rajtoló NB3-as szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Az örökösföldi pályán 25 játékosnak tartott edzést Mátyus János vezetőedző. Mindenképpen az volt az elvárás tőlünk, hogy azonnal kerüljünk vissza az MB2-be. Tehát amint túléltük ezt a sokkot, amit magunk se hittünk el, kiadta a tulajdonos Révisz Bálint a jelszót, hogy akkor előre. Megkért bennünket, hogy maradjunk, csináljuk. Én úgy gondolom, hogy tartozom annyi felelősséggel neki is, meg a városnak is, hogy csináljam. A Mátyus Jani ugyanígy nyilatkozott, onnantól kezdve elkezdődött a keret kialakítása. Az volt a célunk, hogy minél több olyan embert tartsunk meg, aki elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni az NB3-at. Nyilván tudtuk, hogy mindet nem lehet. Mi már NB1-be gondolkodtunk, az NB1-es csapatnak a megerősítésére dolgoztunk, és olyan stádiumban volt már dolog, hogy konkrét megbeszéléseink voltak játékosokkal, ezért most fáj is egy kicsit, látom a híradókban, meg a sportújságokban, hogy a játékos hova igazolt, nekünk már azokkal a játékosokkal szóbeli megállapodásunk volt. De hát az élet átírta, magyarul a kérdésre válaszolva, minél több embert tartjunk itt, akikkel meg tudjuk nyerni a bajnokságot, ez volt a cél. Nézzünk szét a fiatalok környéken, az utánpótlás csapatunknál, ők közülük most 10 itt vannak edzésen, és nyilván, hogy hiányposztokra egy-két embert, vagy többet is, 3-4-et hoznunk kell kívülről, elsősorban a támadó játékunk megerősítésére.
az osztály az NB3, de a körülmények gondolom maradnak NB1-esek. Igen, hát ez a cél. Jani is ezt vállalta, hogy NB1-es ritmusba fog edzeni a csapattal. Nem akarunk visszajönni ebből. Hogyan néz ki a felkészülés menete? Most lesz egy ilyen 3 nap, amikor jönnek-mennek a játékosok, próbajátékosok vannak itt, megnézzük őket. Mi a Janival azt beszéltük meg, hogy nem fogjuk sürgetni most a keretnek a véglegesítését. Néhány játékossal állunk tárgyalásba, akik arra várnak, hogy az NB1 és az NB2-nek a keretei feltöltődjenek, és akkor lesznek úgymond lecsapódó játékosok, és talán jobb kondíciókkal meg lehet őket szerezni. Ezért a héten, ezen a fél héten és a jövő héten itthon edzünk, gyűjtjük be azokat a játékosokat, akikkel tervezünk elindulni, és július 7-től 2-szer 5 napra a Bojszántóra költözik a csapatot, edzőtábor és edzőmeccsek lesznek már. Bár a szurkolók talán még mindig reménykednek abban, hogy NB1-ben indul az aszfali, de az ETR listán az NB3-ra állítottátok össze a keretet, hogyan teltek az elmúlt hetek? Munkával. Valóban van még ilyen kis utolsó után lehetőség, hogy talán lépünk egy osztályt följebb, de én nem hiszek. Én azt hiszem, a Spari jövőre 3. osztályú lesz, ennek szemben készültünk. Hál' Istennek 9 játékosunk a tavalyi keretből itt maradt, ez egy biztos váz, biztos gerinc. Ekködé kell beépíteni fiatalokat, illetve még érkező játékosokat. Biztos voltak megkereséseik a játékosoknak magasabb osztályból, hiszen a csapat jól szerepelt. A 9 játékos mi miatt döntött úgy, hogy maradj Nyíregyházán? Hát egy fantasztikus sportemberi jelenvonásról tettek most tanúbizonyságot. Azt gondolom, hogy le a kalappal előttük, voltak lehetőségek. Én tudom jól, hogy szinte mindegyik emberemnek volt más ajánlata. Ők most így döntöttek, voltak távozók, azt is megértem, azzal sincs semmi gond, hiszem ezt el kell fogadnunk. De aki maradt, az be fog állni az igába, és fel fogjuk vinni a Spari szekerét a másik osztályba. Aztán reméljük, hogy 2 év múlva pedig osztályok lehetünk újra. Hogyan néz ki a felkészülés a következő hetekben? Ugyan most 2 osztályt váltottunk lefelé, de a felkészülés menete, az edzésmunka, a minősége az edzéseknek ugyanaz lesz. Edzőmeccseink is ugyanolyan számban lesznek. Mindent úgy csinálunk, mint a első osztályok lettünk volna. Milyen kihívás jelent esetleg, hogy azért az NB3-ban minden csapat az éves életemecsét fogja játszani a Spari ellen? Voltam ilyen szituációban még játékosként, Ferencváros színeiben más osztályban játszottam. Ez valóban így van. Minden ellenfelünknek az évmérkőzésre lesz a Spari ellen játszani. Ez egy különös mentális bázist, hátteret igényel a játékosaimtól. Ez ilyen dolgom, hogy ezt fenntartson bennük, meg fogjuk oldani a feladatot. Alapesetben most az NB1-es felkészülésnek kellene kezdődnie, ti viszont az NB3-ra készültök, hogyan élted meg az elmúlt időszakot? Elég furcsa érzés így visszajönni az első edzésre, hogy NB3-ról beszélgetünk. Hát elég rosszul éltem meg, fájó dolog ez nekem is, ugyanúgy, mint a szurkolóknak és mindenkinek, aki Nyíregyháza szimpatizáns. Sajnos ezt tényként kell kezelni. Még a héten beszélgetünk róla egymás között, de ezt el kell felejteni, és arra kell készülni, hogy ezt a bajnokságot ezt meg kell nyerni. A tavalyi keretből 9-en vagytok itt az első edzésen, te miért döntöttél a maradás mellett? Ahogy ez a dolog, ez kipattant, hogy valószínűleg nem kapunk licenszet, én már akkor eldöntöttem, hogy én szeretném folytatni. Játszottam már, hát 9 vagy 10 éve már, hogy játszottam NB3-ba, de nekem nem probléma alacsonyabb osztályba játszani. Szeretem, megszerettem ezt a klubot, a közösséget, a szurkolókat. Én jól érzem magam, és én már biztos voltam benne, hogy ha meg tudunk egyezni a klubbal, akkor itt fogom folytatni. Talán még korai a kérdés, de milyen szezonra számítasz, hiszen az ellenfeleket nem nagyon ismeritek. Az viszont biztos, hogy minden meccsen lesz a csapaton győzelmi kényszer, és minden ellenfél a Nyíregyházát akarja majd megverni. Igen, erre készülnünk kell, hogy mindenki élete meccsét fogja játszani ellenünk. Ez tök normális, tehát ez ennek így kell, hogy legyen. Mindenki szívni fogja magát ellenünk, de hát ez ugye nekünk ez nem számít. Mindenkit meg kell verni. Nyilván nem fogunk 30-ból 30 meccset megnyerni, vagy nem is tudom, hány meccs lesz, mert most nem tudnám felsorolni a csapatokat, megmondom őszintén. Szóval minden meccsre úgy kell kimenni, hogy a legkevesebb esélyt adni az ellenfélnek, hogy bármilyen fogást találjon rajtunk. Ami viszont segíthet az, hogy bár az osztály NB3, de a körülmények, az edzésmunka és az edzésszám az NB1-es.
Így van, abban biztos vagyok, hogy a stáb az NB1-es szintű, a játékosok is megpróbálják, az edzők, a klub megpróbálja összeszedni azt a keretet, aki NB1-es, közel NB1-es szintű, de egy erős NB2-es szintű csapat lesz, reményeim szerint. Az edzés munka biztos, hogy magas színvonalú lesz, egyedül a meccseken nem szabad beleszürkülni abba az NB3-as szintbe, ami éppen van. A szakmai stáb új tagjaként a kapusok felkészítéséért felelsz a jövőben. Mikor érkezett a megkeresés, és gondolkodtál-e egyáltalán azon, hogy elfogad a felkérést? Körülbelül 3 hete érkezett a Brek Jánostól a lehetőség. Sokat nem kellett rajta gondolkodnom, mert úgy gondolom, hogy nekem Nyíregyházi kapusedzőnek, aki az utánpótlásba dolgozott 6 éven keresztül, és dolgozok majd folyamatosan a nagy csapattal párhuzamosan. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kapusedzői minőségbe ez a csúcs, tehát a felnőtt csapatnál kapusedzőnek lenni az én pályafutásomban. Az, hogy most ez a NB3-as csapat, jelenleg a Spartakusz úgy gondolom, hogy csak átmeneti állapot, nyilván szeretnénk évről évre feljebb kerülni, és újra az első osztályba szerepelni. A körülmények az edzésmunka NB1-es Nyíregyházán, viszont NB3-as csapatok ellen léptek majd pályára, NB3-as körülmények között. Ez kapu szempontból mit jelenthet? A kapu az ugyanakkora lesz, tudomásom szerint. Szerintem vannak olyan profi mentalitású kapusaink, hogy ez nem fogja őket befolyásolni. Szerintem a Perger Bence és az Ovszenko személyében 2 olyan kapusunk van, aki meg fogja oldani ezt a problémát, amit hát nem nevezném problémának, ezt a feladatot inkább úgy mondanám. A hagyományos napközi táborra az által szezont a Nyíregyházi Kosársuli. A klub 2 héten keresztül több mint 50 gyermeknek biztosított sport- és szabadidős programokat a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Több mint 50 gyerek fordult meg ezzel a 2 hét alatt, tehát ugye itt azért jó dolgok van a gyerekeknek, tehát nem elsősorban kosárlabda a táborról szól, hanem megpróbálunk nekik olyan szabadidős tevékenységet biztosítani, ahol jól érzik magukat. Tehát az úszoda, hogy az minden gyereknek vonzó, tehát minden nap úszni visszük őket, aki nem tud úszni, amellé külön edző van, aki tanítja őket úszni. Emellett van kerékpártúra, megyünk lovagolni, ki fogunk éppen holnap kerékpározni a Rákóczi utcai lovardába, ahol lovagolni fognak, másnap pedig Sósorra fogunk kikerékpározni az erdőn keresztül, reméljük, hogy nem fog esni az eső, és akkor ott fognak a gyerekek a játszótéren játszani, ott egy kicsit sétálunk, szétnézünk. Itt ment a teremben természetesen benne van a kosárlabda, és más szabadidős játékokat is játszanak, tehát egy kicsikét fociznak is, ugye, hogy ügyesedjenek, és emellett a szabadidős tevékenységhez tartozik meg a kreativitás, nagyon szeretnek a gyerekek ugye kreatívkodni. Itt különböző figurákat készítenek, ma éppen egy ilyen szörmok macskához láttunk neki, már egy 80%-os készültségi fokban is vannak ezek a macskák, remélhetőleg ugye mindenki örülni fog, a szülők is látják, hogy a gyerek jó helyen van, és ennek megfelelően próbáljuk ezt a 2 hetet hasznosan eltölteni. Ezzel viszont tényleg véget ér a szezon, milyen 2014-15-re tekintett vissza a Nyíregyházi Kosársuli. Volt már ettől sokkal jobb évünk is, ez az év valahol nem arról szólt, hogy a szerencse mellünk szegédjen. Tehát olyan szituációkban, amikor ki lehetett kapni, mi kikaptunk, ahol egy pici szerencse kellett ahhoz, hogy mi tovább jussunk, ott biztos, hogy nem jutottunk tovább. Kellettek volna a játékosaink, akkor éppen akkor sérültek meg, vagy éppen akkor volt valamilyen betegség hullám, tök mindegy, mint a hasmenéses járványról beszélünk. Tehát is igazából nem igazán úgy alakult ez az évünk, ahogy mi szerettük volna, ettől függetlenül tehát nem vagyunk elégedetlenek. Tehát nagyon sok olyan eredmény született, ami azt gondolom, hogy a következőekre nézve ez nagyon biztató lehet. Az NB1-es csapatunk, én úgy gondolom, hogy a végjátékban a lehető legtöbbet hozta ki magából, tehát hogy a megszerezhető 5. helyet azt megszereztük. Az alapszakaszban bebecsúsztak olyan vereségek, aminek nem lett volna szabad becsúsznia, de hát sajnos az élet az ilyen. A szerencsének is sok köze van ahhoz, hogy az ember milyen eredményt fog elérni az év végén. Én úgy gondolom, hogy azért úgy végcsinál ezt az évet, hogy első éves egyetemistáink, főiskolásaink voltak, akinek ugye meg kellett tanulniuk, hogy milyen rendszerbe kell tanulni, hogy kell ehhez az egészhez hozzáállni. Nem is voltunk ugye nagyon sokan, mert az előző évhez képest azért nem igazán jöttek hozzánk játékosok, és a fiatalokat kell elkezdenünk szépen beépíteni a csapatba. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, azok
mondjuk tehát az a maga, amit kellett, az maximálisan megtette. Ezzel semmi gond és probléma nem volt. Az utánpótlás csapatainknál ott ugye volt olyan csapatunk, amelyik erőn felül teljesített, ez a kadett csapatunk volt, ugye, ahol nekünk sajnos a kadettkorú játékosunk nagyon kevés van, vagy az előző években az anyagi helyzetünk az ugye nem igazán volt a legrózsásabb, és azok a gyerekek, akik annak idén kicsi korban elkezdtek kosárlabdát, de nagyon sokan lemorzsolódtak. Így megpróbáltuk ugye ezt a korosztályt feltölteni az idei serdülő korosztályjal, ami kimondottan jól sikerült, mert ugye a régiós döntőre jutottak ki, és a régiós bajnokok döntőjé vettünk részt Budapesten, ahol ugye egy-két-három évvel idősebb játékosok ellen játszottak, és ott megszerezték a harmadik helyet. Én úgy gondolom, hogy azért ez nagyon szép teljesítmény volt tőlük. A serdülő csapatunk az talán juthatott volna előrébb is, de ott ugye vannak ezek az iskolai rendezvények, amire nem mondhatjuk azt a szülőnek, hogy nem mehet ki a gyerek éppen Párizsba vagy Angliába, amikor olyan kedvezményeket kapnak, hogy ugye megismerkedhetnek más országok kultúrájával is. Így sajnos voltak olyan elődöntők, amikor nem tudtunk olyan erős csapattal részt venni, amilyennel szerettünk volna. Gazdagabbak lettünk ebben az évben. Én úgy gondolom, hogy a serdülőknél egy országos tizedik hely azért nem egy olyan rossz teljesítmény. A fájó pontunk az talán a tini csapat szereplése volt, akik egy olyan közegben nem tudták kivívni a 16 közé jutást, ami azt hiszem, hogy a felnőtt játékosoknak is megterhelő és megpróbáló lett volna. Tehát úgy éreztük magunkat azon a mérkőzésen, éppen Szolnokon, mint hogyha valami NBA-s mérkőzésen lettünk volna, és mindenkinek az élete, a továbbítása függött volna ettől a mérkőzéstől. Tehát ilyen közegben még soha nem kosárlabdáztunk, ezt is meg kell tanulnunk, hogyha ilyen külső hatások érik a játékosokat, akkor milyen formátumban kell megpróbálni megoldani ezeket a dolgokat. Az utánpótlás csapatunk, a lentiek, tehát a kicsik, a kenguruk és a gyerekcsapat, az az elvárásoknak megfelelően szerepelt. Nagyon sok előkészítő csoporttal dolgozunk, tehát ugye itt lent már azért a kenguruban is három csapatot tudtunk indítani, ugyanígy a gyerekbe, és én azt hiszem, hogy a jövő a fiataloké, remélhetőleg jövőre még többen kezdik el nálunk a kosárlabdát. Az elmúlt nyáron minimális játékos mozgás volt a felnőtt csapatnál, most várható esetleg nagyobb jövésmenés. Ezek még képlékenyek, tehát ugye van még egy-két játékos, akinek szándékában van Nyíregyházára jönni, természetesen olyanok is vannak, akik ennek, tehát Sándorfi Dóra az már biztos, hogy nem nálunk folytatja tovább a kosárlabda pályafutását, ő visszatér Székesfehérvárra, és Budapesten kíván tovább tanulni. Hát ez valamilyen szinten átalakítja a csapat szerkezetét, ugye eddig volt két ilyen helye közel ötös számú játékosunk, aki játszott, most egy kicsit pörgősebbre kell venni a játékot, természetesen attól függően, hogy azok a játékosok, akik éppen még most szándékokat tették irányunkban, hogy szeretnének ide jönni, hogy azoknak hogy alakul a továbbiakban az élete, meg ugye attól is függ, hogy a főiskolára kit fognak fölvenni, és kit nem. Az biztos, hogy a Fekete Dóra, aki tavaly ugye Szolnokra már a bajnokság végén átigazolt csapatunk, az biztos, hogy itt folytatja nálunk tovább a kosárlabda pályafutását, és úgy néz ki, hogy a Popenko Karolina testvére, aki kint Ukrajnában tanult, és ugye ott volt korosztályos válogatott is. Tehát úgy néz ki, hogy ő is a következő szezont azt nálunk kezdi. Na most, hogy a régiek közül még ki az, aki esetleg abba hagyja a kosárlabdát, ez attól függ, ugye, hogy a tanulmányok hogy fognak alakulni. Tehát itt esetleg még van az, aki kérdéses lehet, hogyha neki a gyakorlati része úgy jön össze, és nem tudja vállalni azt az edzésmennyiséget, amire ő gondol, akkor esetleg ő is csak egy ilyen háttér szereplőnként marad itt, aki az asztal személyzet munkáját segíti, tehát továbbra is marad a csapat mellett, csak nem biztos, hogy aktív részese lesz a játéknak. A többiek azok a biztos magaz, az marad, és velük képzeljük el a jövőt. Természetesen kiegészítjük azokkal a fiatalokkal, akik már azért ott kopogtatnak a nagy csapat ajtaján, hogy ők is szeretnének játék lehetőséghez jutni. Ki is próbáltuk őket egyébként Kecskeméten, mert pont a két kicsi az teljesen kétségbe volt esve, hogy hát ők most nem játszhatnak. Hát megpróbáltuk, fölküldjük őket, és nem volt az olyan nagyon rossz. Tehát azt hiszem, hogy ha több játék lehetőséget kapnak a következő évben, akkor szépen ugyanúgy biztos csapattagok lehetnek, mint ahogy annak idején a diák is így kezdték. Meddig tart majd a nyári pihenő? Az augusztus első hetében elindulunk egy ilyen nagyváradi, edzésre, kicsikét kirányunk, tehát ez egy ilyen évkezdeti
táborozás. Már megkeresek bennünket egyébként a Nagyváradról az egyik csapat, hogy nagyon szívesen edzenének velünk majd ottként. Tehát ott valószínűleg egy ilyen közös edzéseken fogunk részt venni a nagyváradi lányokkal, és a következő héten pedig már mindenkinek elkezdődnek az edzések, és az augusztus utolsó hetében, ami mindenkinek, tehát az már teljes válbedobással történik, amikor Csengerbe megyünk ki öt napra, ott kicsi, nagy, mindenki, aki csak ér és mozog, az kimegy, és akkor ott próbáljuk meg úgy megalapozni a következő évet, hogy tényleg az elméleti állapotunkat ne legyen gond és probléma. Az elmúlt hétvégén 8 ország legjobbjai álltak rajthoz Sarazagórában a csapat atlétikai Európa-bajnokságon. A nyíregyházi színeket Bakusi Béla edző mellett Bakusi Péter, Ónodi Dávid és Kerekes László képviselte. Nagyon jól szerepeltek, különösen Ónodi Dávid, aki szerintem a csapat legeredményesebb pontszerzője volt. Aztán Péter, aki második helyezést ért el, és ő is az átlagon felül teljesítményt nyújtott. Kerekes Laci, aki újoncként vett részt, ő ugyan nem tudta a legjobb eredményét megjavítani, de az előzetesek alapján azon a helyen végzett, ami elvárható volt tőle. Péter egy hosszabb kihagyás után általában először komolyabb versenyen, ráadásul speciális szabályok voltak, hiszen nem volt annyi kísérlet, mint egy normál versenyen. Ennek tükrében mennyire biztat ez a 220 cm? Mielőtt kimentünk, mondtuk is, hogy egy olyan 220 cm-rel elégedettek lennénk. Mi folyamatosan készülnénk az út 23-as Európa-bajnokságra. Versenyről versenyre javul a helyzet. Most nagyjából már összeállt a nekifutása. Nagyon magabiztosan versenyzett, hibátlan ugrott 220 cm-ig. A 224 cm-ren is volt egy nagyon biztató kísérlet, amit alig hibázott. Én azt gondolom, hogy a 3 hét múlva esedékes Európa-bajnokságon remélem döntőbe kerül, és ott is a 1-6-ba. A magyar csapat 3. helyen végzett Bulgáriában, nem jutott fel a 2. divízióba. Mit jelent ez a magyar atlétika szempontjából? Ezt én nem tudom megérteni, sajnos az első nap az nagyon-nagyon jól sikerült, tehát nagyon jól zárt a csapat. A második napon volt 3 versenyző, aki nagyot hibázott, 2 versenyző 0 pontot ért el, tehát ez a csapat, ahol 10 újonc volt, ezt nem tudta úgy elviselni, hogy feljusson. Azt gondolom, hogy a 2 év múlva sorra kerülő csapat Európa-bajnokságon újra megpróbálja a csapat a feljutást, akkor reméljük már erősebb csapat lesz és sikerül a feljutás. Visszatérve Péterre, milyen versenyi lesznek még a tallini Európa-bajnokságig? A hétvégén van a korosztályos bajnokság, a junior és az utánpótlás bajnokság Miskolcon. Erre remélem, hogy ismét olyan 220 cm körül fog tudni ugrani. Egy kicsit megfázott, hát remélem, hogy ez nem fogja annyira hátráltatni. Terve van véve, még másodikán van a Dózsán egy meghívásos verseny, az a bajnokság eredményétől tesszük függővé, meg az állapotától, hogy elindul-e azon a versenyen, és azután jönne az Európa-bajnokság selejtező, és reméljük a döntője. A magyar csapat legeredményesebb pontszerzőinek bizonyultál a bulgári csapat Európa-bajnokságon. 3 számban én után menjünk sorra, milyen volt a 100 méter? A 100 méteren sikerült egyéni csúcsot futnom, 10:59-et. Hát úgy utaztam ki a versenyre, hogy vagy ennek közelébe, vagy egyéni csúcsot szeretnék futni, és ez sikerült, nagyon örültem az egyéni csúcsnak, és ezzel második helyezést értem el. Milyenek voltak az ellenfelek, és milyenek voltak a körülmények? Az ellenfeleket az előtte lévő nevezés alapján megnéztem. Hát az élmezőny elején foglaltam helyet, így mindenféleképpen az első háromba szerettem volna lenni. Volt egy bolgár srác, aki erősebb volt nálunk, azt tudtam, hogy nehéz lesz megverni. A többiekkel egy szinten voltam. Milyen volt a 200 méter? A 200 méter elég zavaros volt, mert vasárnapra leszakadt az eső, az egész melegítés alatt zúvott az eső. Szerencsére a 200 méter rajtjánál bevezetésnél kisütött a nap. Azt sajnálom, hogy 8-as pályát kaptam, nem a bolgár fiú mellé kerültem. Így második helyezést értem el, ha szerintem egymás mellett futunk, akkor úgy gondolom, hogy meg tudtam volna verni. De azért nem maradt el a győzelem sem, hiszen a 400-as váltó tagjaként az élen végeztetek. Ez milyen futás volt? Úgy gondolom, hogy ez jó futás volt, úgy mentünk fel a pályára, hogy 40 másodpercen belül szeretnénk futni. Sikerült is, 39:88-at futottunk, és hát elég nagy fölénnyel győztünk. Nagyon jó formában vagy, még a versenyidőszak elején tartunk. Mi vár rád a következő hetekben? Azon a héten egy kicsit pihenek, utána elkezdem az edzéseket, ugyanúgy, mint eddig, és július 7-én állok rajta a Gyula István Memorial versenyen, utána következik a Honvéd Kupa, és a felnőtt magyar bajnokság, ahol 100 és 200 méteren fog rajta zárni.
4 éremmel tértek haza a nyíregyházi Kodály diákjai a triatlon diák olimpia szegedi országos döntőjéről. A kodályosok az elmúlt tanévben 5 sportág országos döntőjében 10 érmet szereztek. Szegeden került megrendezésre az országos triatlon diákolimpia. Tudni kell, hogy ezen a versenyen egyéniben külön értékelték az igazolt és nem igazolt versenyzőket, viszont a csapatba már összevontan, tehát egy csapatban szerepelhetett igazolt is és nem igazolt versenyző. Mondhatni, hogy nagyon szépen szerepeltünk, ahhoz képest, hogy 2 csapattal voltunk, 3. korcsoportos lányok és a 4. korcsoportos fiúkkal vettünk részt. Garai Graciána nem talált legyőzőre, ő országos bajnoki címet szerzett, és ugyanitt a lányoknál Gincsai Lili 3. helyezett lett, de Szabó Eszter a csapat 3. tagja is az előkelő 6. helyet tudhatja magáénak. A lányoknál nagyobb volt a mezőny, úgyhogy az előkelő 4. helyet szerezték meg csapatban. A fiúknál 2. helyet szerzett Fehér Ábel, 6. helyezett lett Babic Pál, és csapat pedig felállhatott a dobogó 2. fokára, tehát ő ezüstérmesek lettek, Siktár Zsolttal kiegészülve. Milyen volt a rendezés, milyen volt hangulat, mekkora volt a mezőny? Nagyon profi volt, illetve aki tudja, hogy Szegeden a Matyi Éritó ez mit mond, ugye itt számos világ és Európa bajnokságot rendeztek már kajakkenú sportágban. Mi ezen a pályán versenyeztünk, ebben a vízben úsztak a gyerekek is, mellette teljesítették a futó és a kerékpáros távot. Azt mondtuk, hogy szívesen visszajönnék, reméljük, hogy lesz, bízunk benne, hogy a Magyar Diákos Szövetség és a Triatlon Szövetség is újra egymásra talál, és sikerül újra megrendezni. Nagyon profi volt, nagyon jó volt ott, azon a ott versenyezni, és azon arra a dobogóra felállni, ahol számos világbajnoki és Európa bajnoki helyezettként állhatott fel magyar sportoló. Vége a tanévnek, most már lehet mérleget vonni, több sportágban indultatok a diákolimpiákon, milyen 2014-15-ös tanévre tekintettek vissza? Ennyi országos diákolimpián még talán nem szerepeltünk, 5 diákolimpián vettünk részt, az ősszel duatlon diákolimpián Rádpusztán vettünk részt, majd ezt követte egy kis felkészülés után az úszódiák olimpia Győrben. Hamarosan jött a megmérettetés Gödöllőn országos mezei futóversenyen. 1 hétre rá Kecskeméten került első ízben megrendezésre a 2-tusa országos diákolimpia, az 5-tusa szövetség égisze alatt, és ez zártuk most ugye Szegeden az országos triatlon diákolimpiát. 5 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szereztünk, és nagyon sok értékes pont szerzőhelyen vettünk részt, mindenhonnan érmekkel, éremmel, valamint nagyon értékes pontszerzőhelyet szereztek a versenyzőink. Hány gyerek van mögött, vagy ezek mögött az eredmények mögött? Elmondhatom, hogy egy 25-30. Az országos mezei futóversenyen ott 5 csapattal képviseltük, ez 25 tanulót jelent. 5 csapat volt a 2-tusa versenyen is, de ott az 2 fős csapatok voltak. Most a triatlon diákolimpián 6 versenyzővel szerepeltünk. Tehát az a kemény mag, az egy olyan 25-30 fős. Igazából amiből tudunk meríteni, az viszont egy olyan 130 fő, akik a pénteki dzsemborira ismerhetitek és tudjátok, nagyon jól járnak el. Boldogok vagyunk, és itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a támogatást a szüleink részéről, az iskola vezetősége részéről, kollégák részéről, és hagyd mondjam el az edző kollégáknak a nevét, Kisgát Istvánni, Hajnal Mária, valamint Kovács Szilárd. A gyerekek a szünidőt töltik, de gondolom azért a mozgás nem marad el számukra nyáron sem. Nekünk most egy picit azért a pihenés, mert így is nagyon kinyúlt és nagyon elnyúlt. Hát volt olyan versenyző, aki mind az 5 diákolimpián kvalifikálta magát és részt is vett. Most a pihenés időszaka jön. A regenerálódási utolsó hetet augusztusban mindig edzőtáborba szoktuk Tiszalökön elkezdeni, és ez mindig egy nagyon jó alap a következő diákolimpiára, ami azt mondjuk, hogy itt kopogtat már a kertek alatt, ugyanis október elején kerül megrendezésre az országos duatlon diákolimpia. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!